Köszönöm szépen! Azt szokták mondani, hogy egy díjátadón illik a díjatottnak néhány szó szólni. És azt kell mondanom, hogy az első, amit mondhatok, a köszönet, illetve a meglepetés. Meglepetés volt, amikor Degán Annán barátom fölhívott telefon, és azt mondta, hogy szeretné, ha fogadnék valakit a Veritasban, mert az illető valamit szeretne megbeszélni vele. Számomra, illetve mindenki számára az én hallom, hogy szokták ajtól hívva, annyit mondtam általában, egy kérésem van mindig, a kolléganőmet hívják föl, ő látja a határa, hogy ő osztja be az életet. Nem kellett aztán Péterre sokáig várakozni, és arra gondoltam is, mert Ádámot, hogy biztos már történelmi kérdés lesz, hogy nem a csempőségről, vagy a honvédségről kellene valamit mondani. És akkor azt mondta nekem Péter, hogy született egy döntés, amit én azok közére már mondtam el természetesen. És nagyon meglepett, és nagyon örülünk neki. Csak eszembe jutott az a találkozó, amely sokak számára tragikusság, én is együtt ebédeltem a sajtot. Floridában fejleszben, amikor a kinti magyarok, vagy mondani szokták, már nem emigránsok, mert 90 után már másképp hívják, hogy diaszpóra is más, meghívtak, hogy a Volt Magyar Királyi Csendőrség emlékére rendelt konferenciát tartsak előadást, és utána azt mondták, hogy akkor elmegyünk Albert bácsihoz, hogy ők mondták, miközben akik meghívtak engem, nálam korosabbak voltak, úgy 70 fölött, ahogy Béla mondta, de bácsizták a Salbertre, és jól megvédeltük, és jól beszélgettünk. Nem volt ismeretem előttem a személyet, nekem néhány könyv még abból az időből van meg, amikor itt nem adták ki a könyveit, futtan elég a szorkányok és így tovább, még az amerikai kiadásból. És én azt gondolom, hogy amikor itt azt mondottam, és az ő műveiből, és a hozzá így fogalmazik, írtak volna hallható dolgokat, hogy valakinek a ragaszkodása a szülőföldhöz és a magyarsághoz. Én azt gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb, és itt elhangzott Tocsai Béla részéről is, hogy nekünk ez a közös az életünkben. Lehetnek a véleményünk, világnézetünk, társadalmi és anyagi helyzetünk más, de valami össze kell, hogy kössön bennünket, a nyelvünk és a mondunk. És a mi kötelességünk megtartani ezt a múltat magunknak, nem átadni másnak, mert Vasalbert fájdalma is az volt talán magunk, elveszik azt a múltat, ami a miénk a határon túl, mert akkor már elveszi tőlünk mindazt, ami hozzánk tartozik. És én nagyon tudom, hogy mindazok az igaztalan vádak, amelyek vele szemben fölmerülnek, hogy ahogy ők még a mai Romániában sokan és sokszor illetik, azok talán egy idő után eltűnnek, és Vasalbert az lesz, aki volt, egy tisztességes, becsületes magyarember, író, költő, hazafi, és nem háborús bűnös, aki úgy nevelte fel a gyermekeit, hogy magyarok legyenek. Kettesek azt mondták, nem tudnak hajjól magyarul. Ez nem egészen igaz, és ezek közül voltak az amerikai haderő tábornoka lett, de akkor is megmaradt magyarnak, és ha valamennyien megmaradunk itt, ezen a kis szigeten, a 16. kerületben, mondom én, aki már 17. kerületi, akkor volt értem annak, amit közösen tettünk, és lesz értem annak, amit még ezután teszünk. Nagyon köszönöm valamennyinek, hogy gondoltak rá, és most egy eszembe jutottam ide, de hogy hát most akkor ez a díj 18 éves, ezek szerint fiatalok.